A karcagi Nagykun Református Általános Iskola hetedikesének a matematika az egyik kedvence, s most egy országos versenyen is szépen szerepelt. A köri matematika országos verseny területi döntőjét az iskolában írta Milán. Az országos forduló már online formában történt, így ott nagyon izgult. Maga a területi döntő az úgy volt, iskolába írtuk, viszont a maga már az országot, az már online formában történt meg. És te milyen versenyző vagy? Izgulsz nagyon, vagy olyankor kikapcsolod magad? Hát általában izgulós vagyok. És az online verseny az mennyiben volt nehéz, hiszen azért ott a technika is közbeszólhatott? Annyi volt nehezebb, hogy időt előtt még be is kellett küldeni. Tehát nem úgy van, hogy mondjuk hozzákezdesz a papíralapon megkapott feladathoz, és akkor kihagyod, majd visszatérsz, ott úgy tudom, hogy nem lehet már visszatérni, hogyha tovább léptél. Úgy volt, hogy feladatoknál vissza lehetett lépni, tehát egyik feladat megoldottad, tovább léptél a másodikra, de utána meg első feladatot ellenőrizni. És akkor mi volt a taktikád, mit beszéltetek meg a felkészítőddel? Hát elsőnek, amit tudtam, ezt kitöltöttem, és utána visszatértem, amit nem jutott eszembe. Mi volt a legnehezebb feladat? Volt egy olyan, hogy egy ilyen százalékszámításos feladat, ahol két kosárlabdás fiú versenyzett, és ott kellett kiszámolni, hogyha egyik fiú hamarabb megy el, akkor ki, vagy összesen hány pontot dobnak be. A tanulás mellett régebben focizott, most tájboxol, de sakkozott is versenyszinten az MB2-ben. Régebben 6 évig fociztam, most tájboxolok, mert még régebben sakkoztam is versenyszinten MB2-ben. És mit jelent számodra a sport? Hát kikapcsolódást, meg picit megnyugtat. Tehát gondolom, egy ilyen matek versenyre való felkészülés után azért jó egy kis mozgás. Igen. Melyek a kedvenc tárgyaid még? Hát szeretem a fizikát, szeretem a történelmet. Történelmből mi a kedvenced? Hát a második világháború, az a témakör jön majd most. És már előtte olvastál erről, vagy nagyon várod már, hogy erről tanuljatok? Hát néha olvastam belőle, de én nem sokat tudok róla, ezért várom. És egyébként visszatérve még a versenyre, úgy tudom, hogy az első 10-ben benne voltál. Igen, szerencsére sikerült bejutnom. Korábban is versenyeztél már ilyen országos versenyen? Igen, már tavaly is volt szerencsém bejutni, ugyanígy erre a köri matek versenyre. 8. után matek fizikával szeretne tovább tanulni. Most úgy érzi, évvégén a bizonyítványában pár 4-es lesz az 5-ösök mellett. A főleny bizonyítványomban talán 3-4-es lett. Biológia, földrajz, meg kémia talán. És a biológiát azt nem hiszem, hogy ki tudom levíteni év végére, viszont a többit arra van esély.